Köszöntöm nézőinket, Deli Kinga vagyok. Mutatom, mit láthatnak mai Völgységi magazinunkban. Székely kevei vendégek vettek részt a kétyi kitekintőn. Kitettek magukért az izményiek a falunapon. A burgonyái volt a főszerep nagymányokon. Kajszis fesztivál Kisvelykén. Idén a Székely kevei citera zenekar és az asszonykórus is fellépett a bukovinai székelyek kétyi kitekintésén. A programsorozatot a római katolikus templomban tartott szentmise nyitotta meg, amit hagyományhű népviseletbe öltözött fellépők előadása követett. A bukovinai székelyek idei Nemzetközi Folklór Fesztivál kitekintőjének egyik házigazdája Kéty volt, ahová ez alkalommal a székelykevei citerások látogattak el. A 33. Bukovina Fesztiválon vagyunk, a kétyi kitekintés rendezvényén. Nagyon-nagyon régóta megrendezzük itt a faluba ezt a kitekintés programot, vagy szomszédolást, régebben így hívtuk. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy mivel itt rengeteg székely él a településünkön, nevezhetnénk úgy is, hogy ez a nap, ez a székelyeknek az ünnepe, és mivel mindig más és más csoport érkezik a településünkre más országból, és más székely kultúrát hozva, ezért nagyon sok szép és színes programot tudják a kétyi lakosságot örvendeztetni. A kétyiek először 2003-ban jártak Székelykevén, szintén a bukovinai találkozások programjában. Olyan 6-7 évvel a háború után mentünk, és hát ott, ahogy mentünk Belgrádig szinte föl, Pancsova környékére, hát láttuk a finomítót, amit szétlőttek, ugye, tehát ott rengeteg ilyen háború maradékát, és hát egy érdekes volt a számunkra, de igazából minket a folklór része fogott jobban meg, és nagyon jól éreztük ott magunkat, és remélem, hogy itt a mostani fiatalok is székelykevére jól fogják magukat érezni. Ilyenkor egy vendégcsoport érkezik csak, hiszen az összes többit más székelytelepülések szippantják föl, nevezzük így, és nekünk általában egy csoport az elég szokott lenni. Volt egyszer, hogy kettő volt, de szinte mindenki szervez a saját településen ilyen programot. Úgy indulunk, hogy a citerazenekar, hiszen most Székelykevéről egy fiatal citerazenekar érkezett, a citerazenekar fog kezdeni, azután a Kétyi Hagyományozó Egyesület asszonykórusa, nevezzük így, ad elő egy műsort, aztán a citerazenekar jön megint, utána a Hajdú Józsefné Margit néni fog előadni egy dalt, és a citerazenekar zárja majd a programot. Hát ez egy ilyen kis 20 perces program, de én azt gondolom, hogy a hagyományok megőrzése az igazából, ami fontos. Babám, ne játszál a szívemvel, mert a tenyém nem talál az enyémvel, mert a tenyém szőkét szeret, nem barnát, eljárva a szívem nem találja nyugalmát. Volt itt a faluba egy Szőcs Papa nevezetű bácsi, és régebben ugye itt ilyen sátras lakodalmak voltak, amikor én is elvettem a nejemet 42 évvel ezelőtt, és akkor még házaknál tartották a lagzit, és az idősebbeknél lehetett látni, hogy volt egy-két olyan motívum, mint például olyan, hogy egy táncformációban a Szőcs bácsi lehajolt, a kezével így a bokája fele nyúlt, és én az egyik bukovin találkozás kétyi rendezvényén pont láttam egy Romániából érkezett székely fiatal srácon ugyanezt, és hát még most is libabőrös vagyok tőle, amennyire jól átadta ő is azt, és nagyon boldog voltam, nagyon jó volt látni, hogy végül is ez a motivum is él, és sokáig még élni fog, hiszen majd egy fiatal újból fogja ezt tovább vinni a következő generációnak. Én egy nagyon vallásos ember vagyok, és azt vallom, hogy legyen a lelkünk rendben, és akkor utána tegyük a gyomrunkat is rendbe, és akkor nagyjából az egész lényünk úgy rendben van. És mivel ez egy ünnep, ezért minden ünnepet én legalábbis, én azt gondolom, hogy ezt egy szentmisével illik kezdeni.
és eddig még minden csoport, akit ide hívtunk vendégségbe, és a falusi hívők is jónak tartják ezt a dolgot, és hát ez is azóta így van, amióta itt nálunk Bukovina találkozás van a faluban. Látom füstét, ne csak alig, hogy az igen feketélik. A nagy távolság ellenére egy cseppet sem felejtették el a székelykeveiek, hogy milyen is magyarnak lenni. Székelykeve a legdélebbi magyar lakta település, és ez nekünk sokat jelent, mivel annyira délen, távol a szülőhazától megőriztük magyarságunkat, a székely hagyományainkat, és rendszeresen járunk a szülőhazába, és részt veszünk a fesztiválokon, ami hozzájárul ahhoz, hogy még jobban ápoljuk, és ne feledjük el a hagyományainkat. Ha elvesztenénk a hagyományainkat, akkor nem maradna meg a településünk se, és akkor a mi örökségünket is elvesztenénk azzal. Úgyhogy azért a népzene nagyon fontos ezen a téren, és a magyar nyelvű oktatás, ami a falunkban folyik. És az egyház is, amelyik katolikus egyház, és tehát büszkék vagyunk arra, hogy teljes egészében a településünk magyar. A citerázás egy olyan művészet, amit nem a legkönnyebb elsajátítani. Már 6 éve lassan zenélünk, citerázunk a csoport. Szó szerint az igazat megmondva, én csak úgy lettem meghívva, hogy gyere el, zenélünk. Azt úgy voltam, hogy megkérdeztem édesámmal, hogy bebírunk iratkozni, és akkor elkezdtünk zenélni. Nem tudtam semmit a hangszerről még akkor, de így lassan az éveken át így kialakult egy ilyen szeretet a hangszer iránt, és azóta is minél többet új dolgot tanulunk, és minél jobban szeretjük a hangszert. A citera hasonló, mint a zongora. A legkönnyebben hasonlítsam hozzá a zongora. Van a fogólap, és azon vannak a hangok, és úgy kell lenyomni, úgy van a do re mi fa sol la si do, ugyanúgy, mint a zongorán, csak ugye pengetni kell, és ahogy lenyomjuk a hangot, úgy pengetünk. A kétyi kitekintésen jól érezték magukat a székelykeveiek, akik a következő lehetőség alkalmával pedig viszonozni szeretnék a szíves vendéglátást. Igazán kitettek magukért az izményiek az idei falunap szervezésekor. A településen országosan ismert színészek hada vonult fel, de helyben készült finomságokból sem volt hiány. És ahogy az ott már hagyomány, a programsorozatot ezúttal is tűzijáték zárta. Igazán kitettek magukért az izményi falunap főzőversenyén idén elinduló csapatok. Az ételekhez szükséges húsból 3 kilót az önkormányzat biztosított minden közösségnek, de voltak, akik ezt jócskán kipótolták. Az az igazság, hogy ez egy régi székely recept alapján készül, és sajnos ezt nem árulhatom el a titkot, mert akkor mindenki így csinálna. Úgyhogy majd a zsűrinél meglátjuk, hogy sikerül. Nagyon jó viszont a hangulat nálatok. Mi a titkotok? Finom pálinka és még finomabb bor. Mások a mérnököket megszégyenítő, precíz tervezést kívánó receptúrával indultak a főzőversenyen. Legalúra a csontok, egy kis hússal, és minden réteg kapott egy réteg hagymát, fűszereket, paprikát, fokhagymát, minden egyéb finomságot. 3-4 rétegből építettem föl, és ki lett előtte kenve szalonnás zsírral a bográs, és onnantól kezdve csak folyamatosan forgatva lett, és a saját levébe főtt meg gyakorlatilag a hús. Ez a recept az Alföldről egy öreg juhász bácsitól való, úgyhogy Kecel környékéről. És amióta így főzöm, mert 10 éve, azóta mindig nagy sikerem van vele, és mindig sikerül. Sőt, szinte utána sem kell ízesíteni. A munkából a fiatalabb generáció tagjai is kivették a részüket.
sertéspörkölt, combol. Anyukám csinálta tegnap, most újra melegítjük. Rámegyünk az első helyre, az arany a cél. Akkor anyukád nagyon jól főz. Nagyon jól főz, anyukám nagyon jól főz. Mi inni jöttünk, nem enni, úgyhogy... Hogy álltok eddig? Hát hogy álltok? Azt látom, hogy a kaja kész, melegítetek. Hogy álltok az ivással? Hát az alapozás már megvan. Pörkölt rotyog. Reggel 9 órától megkapták, mert minden főző csapatnak adott az önkormányzat 3 kiló húst, és egy sátrat, egy pavilon meg hozzá az asztalt, és akkor ők főznek, amit gondolnak ebből a húsból, pörköltet vagy éppen tárcsást, az ő rájuk volt bízva, és amúgy a futballmeccset meg 11-re szerveztük, rendeztük ezt, ez egy óráig úgy gondoltuk, hogy a kajával együtt belefér. Amíg a bográcsokban az ételek főttek, addig néhány méterrel arrébb a magyar színész válogatott ellen léptek pályára a helyi öreg fiúk, történelmi győzelmet aratva. 6-3 lett ugyanis a végeredmény a hazaiak javára. Ez nyilvánvaló volt. Hát úgy számoltuk, egy kicsit többet rúgunk, de a fiúk azt mondták, hogy a 6-3, ez a magyaroknak jó. Az angolok ellen is jó volt, hát akkor színészek ellen a milyenkeknek is jó. Nagyszerű ellenfél ellen játszottunk, és még az idő is kegyes volt hozzánk, mert azért az elején kicsit keménynek tűnt a pálya, de jóisten úgy látszik velünk volt, mert egy kicsit megáztatott bennünket az elején. Szerintem nagyon jó meccset játszottunk, és nagyon nagy örömmel jöttünk ide Izmirbe. Nagyon, nagyon jó dolog, hogy vannak ilyen rendezvények, és mi ezeket a mérkőzéseket, amikor valahová meghívnak, mi ezt többnek gondoljuk, mint pusztán egy futball rangadó. Itt sokkal fontosabb az, hogy az emberekkel találkozhatunk, és együtt lehetünk velük. És tényleg azt látom, hogy örülnek annak, hogy mi is időt szakítunk arra, hogy el tudjunk jönni egy-egy ilyen rendezvényre. Ezek nagyon, nagyon jó dolgok. Én vidéken születtem, és tudom, hogy a közösségnek óriási ereje van, és erre nagyon, nagyon kell vigyázni. És öröm az is, itt a csapatkapitánytól, az izményi csapatkapitánytól tudom, hogy pár éve alakult újjá az izményi ese. Ezek nagyon, nagyon, nagyon jó dolgok. Én ennek kimondottan örülök. És örülünk, hogy itt vagyunk. Izményben már régi hagyománya van a nyári falunapoknak. A helyszín viszont az évek alatt többször is változott. A sportpálya melletti hatalmas téren idén rendezték meg először ezt a helyi népünnepét. Ez az első olyan falunapunk, amit itt szervezünk a futballpályán. Mi az első falunapunkat 13-ban kezdtük el, akkor még az iskola udvarán ejtettük meg, és utána ott is volt ez 2-3 évig, majd úgy gondoltuk, hogy kicsi az már, hogy kinőtt ez az udvara ezt a rendezvényt, és akkor levittük a központba. A központban volt egész 19-ig, de már 18 és 19-ben összegyúrtuk a falunapot a szüreti felvonulással. De 19-ben volt egy kis kellemetlenség az ott lakóknál, mert nem tetszett nekik az, hogy a sátor ott állt a kapu előtt, és akkor én nem akarom a civakadást, akkor utána meg akkor ugye 20-ba a pandémia meghiósította ezt a dolgot, a 21-ben meg én, mert majd, hogy nem jöttem vissza, úgyhogy sajnos elkaptam a koronavírust, és ilyen nagyon 10% esélyem volt rá, hogy visszajövök. Hál' Istennek itt vagyok, de rossz tüdővel, de az már az én problémám. És így akkor tavaly évben mi megcsináltuk a szüretét, és akkor úgy döntött a testület, hogy próbáljuk meg egyszer itt kint a futballpályán, hogy idehozzunk, akkor csináljunk itt egy főzőversenyt, akkor volt már nálunk máskor is ilyen nagyobb neves futballcsapat, mint a Fradi öreg fiúk más alkalommal, és akkor mondtam a fiúknak, hogy mi lenne, hogyha a színészeket, már egyszer már volt szó róla, és mondtam, hogy mi lenne, hogyha akkor most meghívnánk őket, hát ez sikerült, jöttek és örülünk is nekik. Izményben a falunap este koncertekkel és tűzijátékkal zárult. Nagymányokon a nemrég felújított piac térfedele alatt finom illatok keringtek a minap. Krumpliból készült ételek főttek és sültek. A különlegességét az adta, hogy mindez a székelykonyha ízvilágát tükrözte. Szorgos kezek munkálkodnak a krumplis, vagy ahogy a székelyek hívják, a pityókás nudli elkészítésén úgy, ahogy ezt a nagymányokéjak körében szokás.
Emellett az asztalokon készültek különféle sóságok és édességek, melyeknek közös vonásuk az, hogy mindegyik alapanyaga a krumpli. Az ide érkezők bográcsaiban főtt a paprikás krumpli is. A székely konyha tucatjával ismeri ezeket az ételeket. Már kevesen tudják, hogy mi is az a pityóka. Hát magyarul krumpli vagy burgonya, ugye mi bukovinai székelyek ezt megszoktuk, hogy pityóka. Az öregeknél ez egy olyan hagyomány volt, mert mindenhez lehetett használni. Csak egy kicsi ilyet, vagy szalonnát, vagy akármit hozzátettek, meg kijött belőle a kaja. Hát aztán ide is elhoztuk mi, ugye bukovinai leszármazottak vagyunk, és bizony olyan hét nincs, hogy ne legyen kétszer legalább valamiféle burgonya ételünk. 11 féle, tehát ezek a legismertebbek, ugye, amit így a hétköznapokban az asszonyok is otthon főznek. A csapatok megmutatták egymásnak tudásukat, bár gyaníthatóan nagy meglepetést nem tudtak okozni, hiszen ezek a finomságok minden háztartásban rendszeresen elkészültek. Ezeknek az ételeknek azon a előnye, mondják a háziasszonyok, hogy nagyon gyorsan asztalra lehet tenni, és általában nagy is a keletje. Krumplislángos készítünk, illetve pityókás, úgy mondjuk, ugye? Mert pityóka fesztivál van, úgyhogy, és nudlit is csinálunk, hagymás nudlit. A krumpli az szinte mindennapos, ha más nem levesbe kerül, igaz lányom? Úgyhogy szinte mindennapos a krumpli. Miközben készült a pityókás nudli, mi arra voltunk kíváncsiak, hogyan fogyasztják ezt a mindennapokban. Főételnek is használták a székelyek, egy kis pityókával, egy kis liszt, gyorsan megvolt, és rá egy hagymás szaptot, hagymát pirítani csak, vagy szalonna ugye mindig volt, és ez nagyon gyorsan megvolt. Ebédre is, meg vacsora, főételnek is, tehát nem csak ilyen kiegészítőnek, hanem főételnek is. Pityóka, egy kis liszt hozzá, meggyúrni, és már sodorták, forrt a víz közbe, ugye bele, hagyma pirult, és egy-két nagyon hamar megvolt, gyors étel. Az örök kedvenc paprikás krumpli elkészítése pedig a férfiak dolga volt. Én egyet tudok csak, ezt. Van kolbász, szalonna, paprika, ami kell, minden. Azért szegény embernek paprikás krumpli az mindig eledele volt, és most egyre több szegény lesz, úgyhogy lesz több paprikás krumpli, szerintem. És a főétel után következhetett a fánk, amiről azt mondják az asszonyok, jobb, mint egy torta. De az is igaz, hogy ma már a fiatalok nem szívesen állnak oda sütögetni. Figyelem, következik egy nagyon-nagyon finom fánk receptje. Egy kiló liszthez fele arányba kell a krumplit. Megfőzi, és kinyomja rendesen, és akkor hozzáadja. Élesztő kell hozzá, tejjel kigyúrni, és ennyi a receptje. Inkább ez olyan, hogy babgulyás mellé, vagy krumpli paprikás mellé a gyerekek volt a desszert. Ez nagyon finom volt, és ezt még a szüleimtől tanultam, és nagyon-nagyon ízlett mindig minden. A zsűri értékelése alapján az ételversenyben a bukovinai székelyek szekszárdi egyesülete bizonyult a legjobbnak. Főtt krumplistocsnit, nyers krumplistocsni, hát székelyek azt mondják tacs. Igen. És főtt krumplistocsni, és gombóc lesz, hagymás nudli, csak nincs, gombócnak csináljuk. Mire használták a tócsnit? Tócsnit, mihez ettél? Ez egy erős, tehát egy ilyen töményebb leveshez, ez második ételfogásnak, vagy fokhagymáson, vagy tejfölösen, vagy aki édes szájú, akkor édesen, tehát változatosan lehet ezt fogyasztani. És a főzés és a közös együttlét a jó kedvet is magával hozta. A nagymányoki székelyek meghívásának ezúttal 8 csoport tett eleget. Idén is megtartották Kisvejkén a sokak által jól ismert Kajszis Fesztivált. A bográcsokban finomabbnál finomabb ételek főttek, de más programból sem volt hiány. A Tolna megyei barack termelés központja Kisvejke. Nem véletlen, hogy a település legnagyobb nyári programját is éppen Kajszis Fesztiválnak hívják. Idén viszont az ott élők úgy döntöttek, visznek egy kis csavart a korábbi években megszokott programsorozatba.
A Kajszi Fesztivál az természetesen a Kajszi Baracról kellene, hogy szóljon, és éveken keresztül, több évtizeden keresztül lekvárfőző verseny is volt a Kajszi Fesztivál fő eseménye. Viszont minden évben aggódtunk azon, hogy lesz-e termés az idén, elfagy-e a barac, így az idei évtől úgy beszélte meg, úgy egyeztetett a testület, hogy elengedjük ezt. Ugyanúgy a gazdákat, ugyanúgy a termést ünnepeljük, ugyanúgy a szedőket ünnepeljük, de nem baraclekvárt főzünk, hanem pörköltet, lecsót, lecsós pörköltet, ki mit szeretne. Bizony jó néhány bográcsban rotyogtak a finomabbnál finomabb ételek. Voltak, akik céges kollektívaként vágtak neki a kajszis főzésnek. Mi egy építőipari társaság vagyunk, és van egy kisfejkei kollégánk, és ő végette jöttünk. Végette is jöttünk, meg a jó hangulat és társaság véget. Csölök külön és lapocka. Hogy készítitek itt a vegyes pörköltet? Hát mi tolnaiak vagyunk, inkább mi kicsivel fűszeresebben csináltuk. Lecsósabb alappal indítottuk neki, és úgy csináltuk, hogy mindenki külön-külön megfőzte, el volt osztva a hús három részre, és akkor úgy külön lettek összemerve. Mert úgy ez hivatalos az igazi, úgy a legjobb, cupákosabb, jó, szaftos, és így az ízes. Mások igazi különlegességet főztek. Egy ilyen körmös, gombás, babos, oldalas is van benne, meg comb, disznó, sertés. Hogy készül ilyen? Nem is hallottam még valami, de nagyon nehéz. Hát, úgy, mint egy rendes pörkölt. Semmi különleges nincs benne, és vörösbor is van benne, az nagyjából ennyi. A Kajszis Fesztivál évről évre jó alkalomnak bizonyul ahhoz is, hogy a kisfejkéről elszármazottak ismét hazalátogassanak, és közöttük vannak, akik minden esztendőben támogatják is a rendezvény megszervezését. Körülbelül egy 10 éve költöztünk el innen mi, én ugyan lengyeli voltam, de hát lengyel kisfejke, ezt a kis környéket az ember ugye ismeri. Fölköltöztünk, mert úgy gondoltuk, hogy fönn nagyobbak a lehetőségeink. Hála jó Istennek be is jött, egy sikeres kaputechnikai céget működtetek, annak vagyok a tulajdonosa. De azt sem felejtem el, hogy ez a régió, ez egy kicsit szegényebb régió, és tudom, hogy nagyon nagy erőfeszítések vannak, hogy egy ilyenfajta rendezvény létrejöjjön. És az ember nem felejti el, hogy honnan jött, és ezért megpróbál egy kicsit a maga módján, megpróbál egy kicsit ezt az egész rendezvényt. Ezt is lengyelem, két hét múlva lesz a falunap, az ember nem felejti el, hogy honnan indult. Édesanyám még lengyelen él, ugye a húgom lengyelen, vagy kisvégén a polgármester, és akkor ide is egy kicsit benézek, édesanyámhoz is egy kicsit benézek. És igen, az ember néha mi egy-egy kört itt a faluba, mert hát itt is voltam, itt is beszélgettünk, itt is vannak ismerősök. Van, aki már sajnos meghalt, és vannak a gyerekei, hogy kiszaladnak, Karcsi bácsi, hát emlékszik még rám. És ez egy jó leső dolog. Ha már a gyümölcsöt és az azzal dolgozókat ünneplő fesztiválról beszélünk, nem mehetünk el a kérdés mellett, hogy milyen lett az idei kajszi termés kisvejkén. Nem panaszkodhatunk, bár nem olyan, mint mondjuk 3-4 évvel ezelőtt, amikor nagyon nagy volt a termés. Én azt gondolom, hogy ez lenne az igazi, ha mindig így lenne. Így a gazdák is örülhetnek, és a szedők is, hiszen van munka lehetőség a településen. Fontos megemlíteni, hogy kisfejkén igen aktív szerepet vállal egy bizonyos alapítvány, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy a helyiek igazán jól érezzék magukat ezen a festői szépségű Tolna megyei településen. Ők természetesen most sem maradtak otthon. Egy ilyen rendezvényt megszervezni nagyon-nagyon nagy feladatnak bizonyul még a számomra is, hiszen nem először csinálom ezt, mégis vannak fennakadások, de az utolsó utáni pillanatban mindig küld mellénk egy magasabb erő, egy angyalt, és engem megint megtalált egy angyal, Ezer Ferenc Veronika személyében, aki ezt az egészet segítette nekem nagyon rövid idő alatt összerakni a rendezvényt. Nagyon nagy dolog az, hogyha egy önkormányzat felismeri azt, hogy micsoda érték rejlik egy civil szervezet munkájában és elhivatottságában. Kisvejke számomra ráz is a hideg, igazából a második szülő otthonom, illetve nagyon-nagyon szeretünk ide jönni, hiszen hosszú évtizedes kapcsolatunk van az önkormányzattal,
több ízben bonyolítottunk már le itt uniós pályázatot, tanodát, családi napközit, mezőgazdasági projektünk volt, foglalkoztatást elősegítő projekt, tehát nagyon jó együttműködésünk van az önkormányzattal, és így testközelből látjuk a problémákat, látjuk azokat az élethelyzeteket, amelyekre azonnal reagálni kell. Nagyon jó kapcsolatunk is van a családokkal, úgyhogy szinte mindenkit egytől egyig ismerünk, és hát nagyon szeretünk. Ha jól látom, saját standdal is jöttetek, főztetek is? Igen, főztünk és indulunk a főzőversenyen is, illetve gofrit sütöttünk, tehát ingyen osztogattuk most délelőtt folyamán a gofrit. Ezen kívül lufit fújunk, a kislányom éppen itt sír, mert nyilatkozok, illetve csillámtetoválással is készülünk, úgyhogy az egész csapat itt van. Az egésznapos programsorozat tervezésekor a gasztronómia szerelmesei mellett a szervezők a gyerekekre és a kultúrára szomjazókra is gondoltak. Kora délutántól a rendezvény helyszínen felállított sátorban egymást követték a hagyományőrző csoportok és a zenészek, énekesek. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!